területén a magyar-amerikai üzleti kapcsolatoknak három szintje van. Az első szint, a legmagasabb szint, az American Hungarian Business Council. Hát ezt lássuk be, ez kormány szint. Ebben mi nem igazán rúgunk labdába, itt a multik vannak benne, az óriás nagy cégek, a Polától a McDonald's-ig és a multik IBM, hagyjon sorolja. Mi ebben nem tudunk labdába rúgni. Mi vagyunk a második szint, a kamara, mert hogy mi a kis és középvállalkozásokkal tudunk foglalkozni, és természetesen ezekkel foglalkozunk is. És van egy harmadik szín, a Hungarian Hub, akik viszont nálunk tagok, ők a egyének. Tehát ők a tényleg a legkisebbek, amikor egy-egy vállalkozó szeretne az Egyesült Államokban dolgozni, ő a Hungarian Hub-bal dolgozik, viszont a Hungarian Hub tagja az amerikai magyar kereskedelmi kamarára nálunk. Ez a három szín, ezért ezt világosan látni kell. Mivel foglalkozunk mi? A magyar cégek számára a legfontosabb a matchmaking. A business matchmaking. Üzleti házasság közvetítés. Mi az életben nem fogunk üzletet csinálni. Soha. Nem célunk. Nem is akarunk üzletet csinálni. Mert az nem a mi dolgunk. Az üzlet az maga, az az önök dolga. Üzletemberek dolga, az önöké, hogy létesítsenek üzleteket. A mi dolgunk az, hogy keressük meg a megfelelő üzleti partnereket. És találjuk meg ezeket az üzleti partnereket. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a business matchmaking, ezt emelném ki, mint első és legfontosabb programpontot. Ebben természetesen van partnerkeresés, erről egy kicsit később még két szót szólok. A második, amit úgy hívunk mi, hogy szóvivői feladatellátása. A magyar cégek nem tudnak kijönni az Egyesült Államokba, vagy viszonylag ritkán, és hát tessék belegondolni, Covid idején 2,5 évig lehetetlen volt ezt megtenni. Mi viszont ott vagyunk. Tehát az amerikai magyar kamara ott van, és mi részt tudunk venni olyan eseményeken, olyan rendezvényeken, amelyeket, mondok egy példát, teszem a legegyszerűbb. Létezik az Egyesült Államokban az SBA program. Ez a Small Business Administration. Ők, ez egy amerikai kormány ügynökség, 1953-ban létesítette az amerikai kormány. Ők rendszeresen csinálnak úgynevezett B2B eseményeket, ahol mi elmegyünk és előadást tartunk. Én legutoljára tartottam náluk egy előadást, Why Hungary címmel. Miért Magyarország? Miért érdemes velünk kereskedni? És miben? És igen, elmeséltem az előadásomban azokat a projekteket, azokat a termékeket, amelyeket az amerikai magyar kamara tagjai ajánlottak föl. Ebben volt a beszédfelismerő programtól kezdve gyógyszerek. A legkülönbözőbb programokat, ezeket ismertettük. Ez tehát a szóvivői feladatok. Másképpen a Magyarországon szeretik így mondani a promóció, a promotion. Tehát magyarul ez a második feladatunk, hogy megismertessük a magyar termékeket kint az Egyesült Államokban, azokban a körökben, ahol mi ezt meg tudjuk tenni. A harmadik feladat az információcsere, a tanácsadás és az oktatás. Itt a képeken láthatnak a Zoom-tól kezdve, tehát Zoom eseményektől kezdve, egészen a személyes eseményekig, Covid előtt rendszeresen évente legalább 4 alkalommal rendeztünk üzleti vacsorákat. Ezeket az üzleti vacsorákon ott voltak azok az amerikai üzletemberek, akiket ide hívtunk, előadást tartottak, elmesélték, hogy milyen lehetőségek vannak az Egyesült Államokban, vagy például ott volt alelnökünk, aki majd mindjárt elmondja a jogi kérdéseket, például az egyik ilyen alkalommal egy jogi oktatást tartott azoknak a magyar cégeknek, akik szeretnének kimenni, vagy ki akartak menni az Egyesült Államokba, hogy milyen jogi körülmények között kell majd, de ugyanez volt pénzügyi kérdésekben, üzleti kultúra kérdéseiben, hagyd ne soroljon föl, mi minden témában segítettük, adtuk ezeket az információkat. Láthatnak itt egy aláírás képét, ez idén májusban történt, amikor is az előbb említettem a Hungarian Hub-ot, a Hungarian Hub-bal a kamara aláírtunk egy megállapodást, miszerint együttműködünk, és az ő tagjai
egyértelműen a mi tagjaink is ettől fogva, és megkapják mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket megkapnak az amerikai magyar kereskedelmi tagjai. De itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani. A mi feladatunknak tekintjük azt, hogy összegyűjtsük mindazokat az információkat Magyarországon, ami egy amerikai cégnek szükségeltetik, de fordítva is igaz, összegyűjtjük az Egyesült Államokban mindazokat az információkat, amelyek egy magyar cég számára szükségesek ahhoz, hogy ki üzletet tudjanak kötni. Ez egy rendkívül fontos kérdés. És még egy fontos kérdést szeretnék itt megemlíteni, és ebben rögtön ezzel válaszolnék is Piket úrnak. Nevezetesen néhány évvel ezelőtt megkeresett engem a Budapesti Amerikai Nagykövetség. 4-5 évvel ezelőtt volt, és megkérte, hogy mi, mint kamara nem tudnánk-e segíteni a Select USA program promóciója, a Select USA program, hát, hogy minél több magyar cég vegyen részt ezen az eseményen. Segítettünk. Mi, mint az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara, az elmúlt 4 évben, minden évben részt vettünk a Select USA programon, magyar delegációt, hát segítettük, hogy minél nagyobb legyen a magyar delegáció létszáma. 1, 2, minden évben részt vettünk, a Select USA programnak vannak úgynevezett szatellit eseményei. Ilyen volt például az elmúlt 3 évben, 4 évben a New Jersey esemény. Choose New Jersey. Select USA, Choose New Jersey. Mi, mint az Amerikai Magyar Kamara, mi New Jersey-t választottuk. Választottuk New Jersey-t, elmentünk, és évek óta, hát mondhatnám azt, hogy díszvendégei vagyunk ennek a Choose New Jersey programnak, és bizony találkozunk rendszeresen az amerikai partnerekkel, és összehozzuk az üzleteket, ahogyan ezt már említettem. És itt szeretnék egy mondat erejét még megállni, egy sikerről szeretnék beszámolni, nevezetesen a mi segítségünkkel létrejött az első amerikai-magyar vegyesvállalat. Egy olyan vegyesvállalat, aminek a története két mondatban az történt, hogy 4 évvel ezelőtt itt Budapesten a New Jersey-ekkel együtt létrehoztuk a Connecting Bridges and Borders nevű programot. Ezt egyébként a Jersey City Egyetem támogatja, hogy ők indították el, Connecting Bridges and Borders, 4 évvel ezelőtt itt Budapesten egy kétnapos konferencia keretében összekötöttük, és például ide hoztunk egy amerikai New Jersey üzletember delegációt, és az egyik üzletembernek annyira megtetszett Magyarország, és az egyik előadónknak az előadása, hogy ennek a vége az lett, hogy már létrejött a kutatófejlesztő közös vállalat. Kutatásra, fejlesztésre hozták létre ezt a céget. Tehát sikerekről is tudunk beszámolni. Oktatás és ehhez a kérdéshez nagyon szorosan kapcsolódik a lobbizás kérdése. Mi, az Amerikai Magyar Kamara negyedik legnagyobb feladatunkra a lobbizást tekintjük. Mondok egy példát, és mutatom a képet. A képen látható egy tárgyalás, amikor Szijjártó Péter miniszter úrral többek között arról tárgyaltunk, és itt lobbiztunk, hogy jöjjön létre a két ország között az úgynevezett e-vízum egyezmény. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, sajnos ilyen nincs. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy idén szeptemberben, tehát egy hónappal ezelőtt lehetőségem volt találkozni Lili Pressman nagykövet úrral, és ott is elmondtam azon a beszélgetésen, azon a találkozón, alelnökünkkel együtt elmondtuk, hogy kérem, mennyire fontos lenne, ha a két ország között létezne az e-vízum egyezmény. Aki nem tudja, annak röviden csak annyi, hogy ha magyar állampolgár szeretne kimenni az Egyesült Államokban, eztával ki tud menni 3 hónapra turistaként. Igen ám, de ha lenne a két ország között ez a bizonyos e-vízum egyezmény, akkor bizony nem csak 3 hónapra, hanem kvázi, úgy fogalmazom, kvázi egy jogász, mindjárt beszúr engem, hogy rosszul fogalmazom, hogy munkavállalási engedéllyel mehetne ki. Ez valójában nem egy munkavállalási engedély, csupán a saját cégénél munkavállalási engedély. Tehát például önök közül szeretne valaki az Egyesült Államokban
üzletet csinálni, céget alapítani, akkor a saját cégénél bizony dolgozni kell. És ha ez az e-vízum egyezmény meg lenne, akkor dolgozhatnak hivatalosan, hófehérre, jogtisztán, és nem utasítanák ki 3 hónap után az Egyesült Államokból. És hát a célunk az, hogy nem utasítsák ki. A célunk az, hogy igenis jöjjön létre, már ezért lobbizunk az amerikai kormánynál is, meg a magyar kormánynál is, hogy ugyan a két kormány végül egyezzen meg, és írják alá ezt az e-vízum egyezményt. Na, ezzel a példával csak említettem, hogy a lobbizás a feladatunk. De lobbizunk például most éppen abban a kérdésben lobbizunk, hogy legyen még egy, legalább még egy közvetlen járat New York és Budapest között. Ugye a LOT csinálja a New York közvetlen járatot, mi most leültünk tárgyalni, nem mondhatom meg elnézést, hogy melyik légitársasággal, mert ez az üzleti titok körébe tartozik, leültünk tárgyalni az egyik amerikai légitársasággal, hogy még egy járatot próbáljunk megtenni, de akár nem csak Budapest és New York vonzata, hanem esetleg még, félbe mondom ki, talán még Debrecen is szóba került, legalábbis a tárgyalásokon szóba került, kargó témában, hogy esetleg debreceni repülőtér is alkalmas lenne a szállításokra. Tehát még egyszer mondom, próbálunk inicializálni üzleteket. Van egy kérdés. Magyar cég lehet-e Amerikai Egyesült Államokban partner? A válaszom egyértelműen igen. Akár még az amerikai kormány beszállító partnere is lehet egy magyar cég. Mikor? Ha, és itt egy nagyon fontos kérdés, ha, milyen feltételeknek kell eleget tenni? Csak néhány feltételt, egész pontosan 4 feltételt emeltem ki. Sokkal több van, szigorú feltételek, de 4-et kiemeltem. 1. Képesek amerikai vállalkozásként amerikai menedzsmenttel működni az Egyesült Államokban. Tessék elképzelni, volt már nekem olyan esetem, amikor jött a magyar cég, és azt mondta, hogy kérem szépen, nagyon jó lenne, nagyon fontos, nagyon jó a termék, mindenben megfelel az amerikai elvárásoknak, de hát ahhoz kell csinálni egy amerikai-magyar vegyes vállalatot. Igen. Hát mondom, igen, anélkül ez nem megy, mert hogy a termékkörben magyar céggel nem lesz amerikai cég, aki leül tárgyalni. Miért? Mert a termék jellege olyan, hogy a helyben kell gyártani. Helyinek kell lenni. Igen, csak egy volt a probléma. Ide hoztuk Magyarországra a jogászt, már szerződésnél tartottunk, amikor a magyar részvénytársaság közölte, hogy ő ezt nem írja alá. Miért? Mert a szerződés angol nyelven van. Ő nem tud úgy angolul, hogy egy szerződés alá merjen írni. Nem lett az üzletből semmi. Pedig az induló üzlet $1,5 millió lett volna, csak az indulás, de hagyd ne rogozzam a témát, csak példát szerettem volna mondani, hogy meg kell érteni, hogyha valaki szeretne az Egyesült Államok piacán dolgozni, tudomásul kell vennie, hogy a helyi szabályok szerint kell élnie. Ilyen egyszerű a kérdés. Tehát akkor, ha egy USA-ban nyilvántartott cég bejegyzett alvállalkozójaként, úgynevezett prime contractorként tud működni, minden további nélkül tud működni az adott cég. A második, amit szeretnék kiemelni, be kell tartani az amerikai szövetségi és állami jogszabályokat. Erről majd Mária fog későbbiekben többet beszélni, én csak a lényeget emeltem ki. Meg kell felelni az amerikai piac szigorú követelményeinek, például a Food and Drug Administration előírásainak. És utoljára, de nem utolsó sorban, képesnek kell lenni az amerikai marketing, amerikai PR követelményeit alkalmazni. Mese nincs. Aki ezt a 4 alapot nem tudja betartani, kérem, ne akarjon az Egyesült Államok piacán, még csak gondolkozni sem. Enélkül nem meg. Ahhoz viszont, hogy menjen, mi, mint amerikai-magyar kamara tudunk segítséget nyújtani. Mi létrehoztunk egy szakértői csapatot, nekünk van jogászunk, van pénzügyi szakemberünk, management consulting szakemberünk, minden olyan szakember van, aki mindenhez szükséges. Igen ám,
De a legnagyobb problémánk nekünk az, hogy például magyar cégek nem képesek megérteni azt, hogy anélkül mi nem tudunk elindulni az amerikai piacon partnert keresni, hogy egy one page-et ne kapjunk meg. Mi az a one page? Egy oldalban tessék leírni, mit tetszik ajánlani, mit tetszik keresni. Ez a lényeg, ez a két kérdés, vannak alkérdések is. Ezért mi létrehoztunk egy kérdőívrendszert. Semmi, két oldal, tehát nem egy olyan nagy durranás, már elnézést, így fogalmazom. Ki kell tölteni, és mellékelni kell egy termékleírást. Na kérem, a magyar vállalatok közül nagyon sokan az a tapasztalatunk, hogy képtelenek egy egyoldalas one page elkészítésére. Tehát ehhez is nyújtunk segítséget. Mutatok itt néhány egy példát fogok csak mondani. Miután ez éppen jelenleg önök látják, ezért tudom ezt a példát mondani. Van egy film videókészítési és média szolgáltatás. Kérem szépen, jelen van, éppen itt dolgozik. A cég képviselője, a másik képviselő, az előbb láttam, ott ül. Kérem szépen, ők egy média cég, amelyik szeretnének az amerikai piacon szolgáltatást nyújtani, de már látják és tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ott voltak velünk New Jersey-ben a Select USA Choose New Jersey programon, és készítettek egy olyan videófilmet, vagy videószállítást, amelyet Amerikában is boldogan vettek. De hát erről szól a történet. Referencia. Erről szól a történet, hogy ilyeneket kell tudni előállítani. Ugyan sokan hisznek minket kínainak, hogy Amhan Chen, de kérem nem, az American Hungarian Chamber of Commerce-nek a rövidítése, úgyhogy ez lenne az, amit én szeretnék önöknek felajánlani.